A magyarok kenyere 15 millió búzaszem. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradó külön kiadását, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 26-án 18 óra 5 perckor. A Szélmalmi Fogadóház udvarán tartották a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program Jász-Nagykun Szolnok megyei búzaszentelési ünnepségét, amelyre a járványügyi szabályok miatt a gazdákat nem tudta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete és a Magyar Gazdálkodók és Gazdaszövetkezetek megyei szervezete meghívni. Szent Háromság Isten, könyörögve kérünk! Áld meg termőföldünket és annak terméseit, közöttük is külön a kunság mezejének gabonáját. Óvd meg hatalmas erőddel szántóföldjeinket, gyümölcseinket, a természeti csapásoktól, a földeken és kertekben dolgozókat a betegségtől, a gazdákat a spekulációtól. Engedd, hogy mi és a következő kun-magyar nemzedékek még sokáig gyönyörködhessünk a zsenge búza zöldjében, a búza virág kékjében és az érett kalász aranyszínében. Évről évre több anyaország és határon túli gazda ajánlja fel búza termésének egy részét a Nemzetegyesítő Jótékonysági Programban. A gabona, a búza, az mindig szent növény volt ebben a nagykunságban, hiszen a búza nagyon kedveli ezt az éghajlatot, ezt a talajállapotot, és azt a munkát, amit a gazdatársai ráfordítanak, hogy minél eredményesebben tudjanak megfelelni, termelni minőséget, mennyiséget a saját és az ország számára. Ez az ünnepség sorozat kezdődik ebben a búzaszenteléssel, a búza összeöntéssel, a búza kenyérünnepével Szent Istvánkor, és utána visszosztáskor, majd október hónapban. Ez a rendszerezett, megszervezett dolog országosan is fontos, de mi egy picivel nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint az átlag, mert mutatja a begyűjtött búza mennyisége, az osztható lisztnek a mennyisége, amivel tulajdonképpen a 15 millió búzaszem szellemiségét követve a megye különböző szervezeteit támogatjuk ezzel a adománnyal. A megye általában érzékenyebbek, a megye lakossai, gazdái, gazdatársai, de főleg a gazdatársaim, arra, hogy a eleseteket segítsük. Sajnos ez a koronavírus okozott olyan problémákat, hogy van olyan család, ahol egyik szülő maradt meg, sajnos még olyan is van, a mindkét szülő áldozata lett ennek a szörnyű járványnak. Én úgy gondoltuk, hogy a Áder János köztársasági elnök úr és feleség által alapított alapítványhoz mi is csatlakozunk, gyűjtünk, és a gyűjtés olyan szempontból is fontos, hogy nyilván a központi elvárásoknak megfelelően, de mi a megyébe szeretnénk elsősorban realizálni a megye árva gyermekeinek, vagy félárva gyermekeinek a megsegítésére hosszú távon, fenntarthatóan, hogy a körülményeknek megfelelően ők is azonos körülményekkel, lehetőségekkel tudjanak élni a életük, a fejlődésük, tanulásuk és a munkájuk során. Az összegyűjtött búzát összeöntik, liszté őrlik, majd az abból sütött kenyér a Kárpát-medencében élő rászoruló magyarokhoz kerül. A Magyarok kenyere program kapcsán az a búza, amely itt terem, mutatja a karcagi gazdák, a karcagi termelők összefogását, munkaszeretetét, hozzáértését is, és egyben azt is mutatja, hogy ez a város a magyar búzatermelésben, gabonatermelésben továbbra is őrzi azt a nagyon fontos pozíciót, amelyet régóta betölt. Gazdálkodunk a határral, termelünk, és ott nagyon sok kiváló búza terem, és bízunk abban, hogy az idejében is a Jóisten segedelmével megtérül a munka, és eredményes lesz a idei esztendő a búza és más növényi kultúrák, egyáltalán a gazdálkodás szempontjából egyaránt. És az alkalom, amely miatt most itt vagyunk, tükrözi a gazdák összefogását, és tükrözi azt is, hogy ez az összefogás, amely 15 millió búzaszem által az egész magyarságot jelképezi, határainkon is túlnyúlik az ottani gazdákhoz, és a nemes cél is ennek megfelelő segíteni azokat, akik rászorultak.
Én kívánom azt, hogy a gazdatársadalom és az egész magyarság erősödjön ezáltal a mozgalom által is. Kívánom azt, hogy még több emberen lehessen segíteni, még több gyermeken lehessen segíteni, és hogy ez a mostani, talán jubileuminak is tekinthető alkalom kellő alap legyen a jövőre nézve is. A jövőre, amely a magyarság összetartása, összefogása, a nemzetnek az összekapaszkodása nélkül nem lehet eredményes. Az idei Jász-Nagykun-Szolnok megyei programok egyik központja Karcag. Aki valóban a határt járja, annak különösen szembeötlik, hogy a legszebb zöld az mégiscsak a szárba szökkenő, erősödő gabonafélék üdepázsitja. És természetesen itt az Alföld tengersík vidékén a búzamezők zöldje. A lágyan ringó búzanövény pedig ősidők óta az életet adó, érlelő, tápláló erő. A búza tehát az élet, az a gabona, melyből a mindennapi kenyér sül. Ezért is a búza az emberiség legelterjedtebb és legrégebben termesztett növénye. Ahhoz azonban, hogy ez az élet, ez a zöld búza megmaradjon, nagyon sok mindenre szükség van. Szükség van a jó földre, szükség van a megfelelő időjárásra, a bőséges csapadékra, a kényeztető napsugárra, arra, hogy a növényeket károsító betegségek elkerüljék a vetést. De a legnagyobb szükség a földet művelő, a vetést előkészítő, azt gondosan ápoló gazdákra van. Ők azok, akik az elvetett magot a természet segítségével búzává, életet adó, kenyeret adó gabonává nevelik. Ők azok, akik naponta a határban dolgozva egy szem elvetett búzából egy érett kalászt, egy zsáknyi szemből pedig több száz kévényit nevelnek. Akik arról gondoskodnak, hogy a búzából majdan liszt, abból pedig kenyér kerüljön az asztalunkra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Annak, hogy a mai rendezvényt ezen a helyszínen tartjuk, szimbolikus jelentése is van. A puszta, a határ itt a fogadóház után kezdődik, ahol a búzaszem megkezdi éltető útját. Majd a szemben lévő malomban folytatja, s végül, itt a hátunk mögött is látható, kemencében fejezi be útját kenyérként. A következő hónapok feladata lesz önkormányzatunk számára is, hogy az elnyert pályázatainknak köszönhetően mindkét helyszínt, tehát ezt a fogadóházat és a szélmalmot is megújítsuk, és a hozzájuk köthető hagyományokat továbbra is fent tudjuk tartani. Reményeink szerint a városban újra örlőmalom fog létesülni, dolgot adva karcagi családoknak, ezzel is folytatva a több évszázados munkát. A hagyományok, mint ahogyan a búzaszentelés története is, több ezer esztendős múltra tekint vissza. Ezeket a hagyományokat őriznünk kell, és átadni gyermekeink, unokáink számára. Tavaly a megye 633 gazdája több mint 127 tonnányi gabonát jutatott el a begyűjtőpontokra. A himnuszba is a Kunság mezején az ért kalászt lengette a szél, és én azt gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezés, hiszen a búzatermő vidéknek az egyik legjobb területe a mai Magyarországon a Nagykunság, és minden évben, amikor a Magyarok Kenyerének a programjához a búza felajánlás van, mindig Jász-Nagykun-Szolnok megyéből ajánlanak fel a legtöbb búzát, és én azt gondolom, hogy így méltó helyére kerül ez a rendezvény is. Megáldották az idei búzát, és én azt gondolom, hogy mindenképpen kell hozzá a jó időjárás, a jó föld, a szakértelem, de hogyha nincs rajtunk a jó Isten áldása, akkor a munka kárba vész, és nagyon jó, hogy a katolikus és a református egyház részéről is megáldották az idei búzát. Örök mindenható Isten, aki az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget teremtetted, alázatosan kérünk, hogy földi terményeinket megáldani, megszentelni, és gyarapítani méltóztassál. Törzs meg csűrjeinket és pincéinket a gabona és a bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked, Krisztus, ami Urunk által. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon vetéseinkre, és maradjon rajtuk mindenkor. Amen.
A program hagyományainak része az is, hogy ősszel az úgynevezett adományozó napon kapják meg a lisztet rászoruló családokat és gyermekeket támogató szervezetek. Azt is látni kell, hogy Jászlókmarty Szolnok megyében van az ország gabonatermő területének mintegy egy tizede. Itt termeljük meg azt a gabonát, ami az életet adja számunkra, a megélhetést. És nagyon fontos, hogy azok a hagyományok, amik évszázadokra, évezredekre vezethetőek vissza, azok éltessék a megyében dolgozó gazdálkodóknak a mindennapjait. Mentsék meg őket az áldás és a szentelés következtében, mentsék meg őket az elemi károsítóktól, mentsék meg őket a viszálytól, hozzanak csendes, nevelő esőt, és hozzanak langyos, kellemes időjárást. A magyar ember mindig nagyon nagy becsben tartotta a kenyeret. A kenyeret az életnek is hívta, és az életet adó gabonát, a búzát mindenek fölött elvetette. A vetésnek és az aratásnak egymástól két távoli időpontnak a közén rengeteget áldozott munkát is, energiát is, hogy megtermelje a kenyérnek való gabonát. Tiszteljük hát őket ezért a munkáért, tiszteljük őket azért a lelkiismeretért, amivel számunkra gazdálkodóknak is és lakosságnak is meg tudják termelni az életet adó kenyérgabonát, és legyünk mi is minden egyes szántóföldi és gyümölcsös ültetvény termésért aggódóak, hiszen még számos alkalommal kint alszanak ezek a növények az Isten ege alatt, és a jószágok, amelyek a mai naptól kiverve a legelőre növekednek, gyarapodnak, szaporodnak, azokért is aggódjunk, és legyen tele a szívünk hálával azért, hogyha ebből jut majd nekünk is. Kérek mindenkit, hogy vigyázzon egymásra, vigyázzanak egymásra, magukra, szeretteikre, az egészségükre, és bízunk abban, hogy minél hamarabb az ilyen alkalmak is nagyobb létszámmal és olyan jelenlétben tudnak személyes jelenlétben megtörténni, hogy mindenki bízhat benne, hogy az egészsége nem forog már kockán, és abban is bízunk, hogy az ehhez szükséges isteni segítséget, a teremtő áldását és a szentséggel együtt járó áldást magunkhoz véve a jövőben is arathatunk, és kenyerünk biztosított lesz. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblap címen. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!